Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmes jóslás. Február 8-án félhold van, és az azt jelenti, hogy van egy ilyen belső feszültség. Ezen a napon hiányzik a levegő eleme, és az kihat a kommunikációra. És az azt jelenti, hogy előfordulhat az, hogy valaki megbánt téged, vagy beszélsz valakivel, és ez nézeteltérésekre vezethet. Február 9-én eléri a hold a felfele mozgó kármikus csomót, ami utal egy új irányra, egy új életterületre, és természetesen kármikus témákra. És most bepillantunk a kártyák világába. Először megtekintjük a múltat. Kitér vissza a múltból, milyen emlékek vannak. Itt látható a felhő. Volt valami a múltban, ami ahhoz vezetett, hogy valami átláthatatlan volt. Ez a felhő egy időkártya és fél évet jelent. Gondolj vissza, mit hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez az esemény vagy ez a személy visszatér hozzád. Itt látható a hold, és az azt jelenti, hogy valaki gondol rád, álmodik rólad. Itt megvannak a remények és az álmok. Itt láthatóak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Lehet, hogy úgy érzed, hogy ez a személy már eltűnt az életedből, de lesz itt egy meglepetés, hiszen visszatér hozzád. Azon kívül az egerek el tudják a felhőt távolítani, ami eddig olyan átláthatatlannak tűnt. Valaki gondol rád, álmodik rólad. Fél attól, hogy elveszít téged, vagy te gondolod úgy, hogy ez a kapcsolat már lezárult, befejeződött. Itt volt valami a múltban, ami olyan átláthatatlannak tűnt, de az egerek ezt el fogják távolítani, és itt tisztázódik valami. Most megtekintjük a jelent. Itt látható ez a könyv. Utal a tudásodra, a bölcsességedre, azt is jelentheti, hogy tanulsz valamit, és lesz továbbképzés. Persze arra is utalhat, hogy te tanítasz valakit. Amit ez a könyv még jelenthet, a zárkózottságot és a titkokat. Lehet, hogy valaki eltitkol előled valamit, vagy neked vannak terveid, és jobb lenne, ha most nem beszélnél erről. Itt a madarak jelentik a könnyűséget, azon kívül szimbolizálják a kommunikációt. Valaki szeretne beszélni veled. De azt is jelentheti, hogy ez a személy nagyon kíváncsi, és ki akar faggatni téged, és a könyv azt jelenti, ne mondd azt, amit ő hallani szeretne. Még mindig a jelennél vagyunk. Itt ez a virág utal a tisztaságra, itt tisztázódik valami.
De amit ez a kártya még jelenthet a Lenormand kártyánál, a szexuális témákat. De ha erről van szó, és valaki erről szeretne beszélni veled, akkor ne mondj semmit, vagy hallgasd meg, amit ő akar közölni veled. Itt látható a tudás, a tanulás, és itt a beszélgetés, ez lehet egy idegen nyelvnek a tanulása is. De azt is jelenti, hogy valaki beszélni akar veled, kíváncsi, vagy ő titkol el előled valamit, vagy légy te titokzatos. A liliumnak két jelentése van. Egyrészt jelentheti azt, hogy itt tisztázódik valami, kiderül az igazság, ez a könyv kinyílik, de azt is jelentheti ez a kártya, hogy valaki olyan szexuális témákról akar veled beszélni, vagy megvan ez a kívánság, és ezt közölni akarja veled. Eddig még titokzatos volt, de hamarosan beszél erről. És most megtekintjük a jövőt. Itt vannak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit. És az azt jelenti, hogy eltávolodik valami vagy valaki. Ez lehet félelem, hogy valaki fél attól, hogy elveszít téged. Most a jövőről van szó, és itt látható a horgony, ami utal a biztonság érzetére, amikor úgy gondoljuk, igen, ide most elérkeztem, itt le tudok horgonyozni. De mivel az egerek ott vannak a horgony mellett, mindjárt mutatom a kártyánál, akkor megvannak itt a félelmek, hogy elveszíted, vagy ő fél attól, hogy ő veszít el téged, a biztonság érzetét, a talajt a lába alól. Amit a horgony még jelenthet, a munka és a hivatás, de mivel az egerek ezt eltávolítják, ez lehet egy munkahelyi változás. És ez a kislány jelenti az ártatlanságot, a gyermekeket, vagy jelent egy új kezdetet, és ez tényleg arra utal, hogy itt lesznek munkahelyi változások a jövőben, hiszen itt a lapok a jövőre utalnak. Ha szerelemről van szó, akkor akar ő egy új kezdetet, vagy szeretne egy kis babát tőled. Itt le akar horgonyozni nálad, de az egerek azt jelentik, hogy fél ettől a felelősségtől. Amit ez a kártya még jelent, a munka, a hivatás, itt az egerek ezt eltávolítják, és a gyermek lehet munka gyermekekkel, vagy szimbolizál egy új kezdetet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!